Tehát milyen létszámú felszereltségű bandériumokat állítottak föl ezek a magyar arisztokraták? Mit tudunk erről? Már csak azért is, mert közkeletű az a vélemény, ugye, hogy Mohács előtt itt már, ha lett volna, hogyha 3 forint árán meg lehetett volna menteni az országot, akkor nem lett volna, aki összeadja. Hát ez többek között a magyar arisztokratákra sem vet jó fényt. A törvényi előírásról, ugye ezek a bandériumtartó urak, akikről itt én elsősorban beszélni szeretnék, a bandériumokról azt tudjuk, hogy ez egy katonai kontingens, a középkor végén ugye egy bandérium az 400 fő, kivéve a királyi bandérium, mert azt 1000 főben adják meg a törvények. Annyit érdemes még megjegyeznünk, aztán igyekszem minél kevesebb számmal dobálózni, de elengedhetetlen sajnos, hogy 1492-ben Ulászló király úgy határozza meg a főúri bandériumokat, és egyáltalán a papi és a főpapi és a bárói bandériumokat, hogy a fele egy bandériumnak az nehéz fegyverzetű, a másik fele pedig könnyű fegyverzetű lovas katonából álljon. Na most ezen belül, hogy az a nehéz fegyverzetű ármiger az egész pontosan mit akar, azt nem tudjuk pontosan, de érdemes megjegyezni, hogy nem csak lovas katonákból áll egy főúri, egy arisztokrata bandérium, hanem gyalogosokból is. Hát ezt a két remekbe szabott képet hoztam, egy kicsit korábbi, mint a Jagellókor. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy itt azért lesznek változások a középkor végére, de nagyon sok mindent elárul nekünk. Azért is hoztam ezt a képet, illetve ezt a két ábrát, hogy legalább most még ébren maradjanak, mert utána rengeteg mindenféle adószám fog következni, de hát ha itt még kicsit sikerül ennek a remek grafikának a révén megtartanom a figyelmet. Na most körülbelül így néz ki egy nehéz fegyverzetű gyalogos, elsősorban ezeket a csezsoldosokként szokás meghatározni a 15. század 40-es éveitől. Természetesen változások következnek be majd a Jagellókor folyamán. 1504 gyakorlatilag az a dátum, ez egy vereség Wenzenbachnál, ami majd ezeknek a cseh zsoldos csapatoknak úgymond az alkonyát jelenti, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra ezek a nehéz fegyverzetű pavézés, tehát állópajzsos és kezdetben számszeríjas, később pedig már lőfegyverekkel is felszerelt nehéz fegyverzetű gyalogság eltűnt volna. Ilyen nehéz fegyverzetű gyalogsággal egyébként a magyar arisztokraták is, miután felismerték ennek a fegyvernemnek az erejét, alkalmazhatóságát, és gyakorlatilag évtizedeken keresztül úgy tűnt, hogy ha nem is legyőzhetetlen, de egy nagyon komoly harcértéket képviselő hadnemről van szó, ők is alkalmazzák. Ugyanúgy, ahogy a szekérvárakat is. Tehát nem csak cseh uraknál, vagy osztrák uraknál, vagy lengyel uraknál találkozunk szekérvárral, és találkozunk ilyen csapatokkal, ilyen nehéz fegyverzetű csapatokkal, hanem magyar arisztokraták bandériumában is. Elsősorban itt a nyugat-magyarországi főurakat szokás említeni. Most meg lehetne említeni ugye a Szentgyörgyi és Bazinik grófokat is, mégsem ezt teszem, hanem a monyorókeréki Ellerbach Bertoldot, egy másik arisztokratát kell megemlíteni itt az 50-es évekből, illetve a későbbi évtizedből. Itt, ja nem, jó, nem ment el a kép. Róla például tudjuk, hogy a magánhadseregében szekérvár is szolgál. 1459-ben, amikor ezek a nyugat-dunántúli, illetve nyugat-magyarországi főurak ugye
fellázadnak Mátyás ellen, és új uralkodót keresnek maguknak, ezt meg is találják ugye a harmadik Frigyes személyében, aztán történik, ami történik. Részben lovas, részben pedig kisebb részben ilyen gyalogos csapatokkal győzik le Mátyás seregét Körmennél. Na most az ábrához még egy megjegyzést szeretnék tenni, ugye itt hozzátettem, hogy sajnos nem a kis szövegen, hogy nem sok ilyen jó összeírásunk maradt, amiből tudjuk, hogy hogy néz ki egy Magyarországon harcoló zsoldos csapatnak a felszerelése. 1466-ból ismerünk egy ilyen jegyzéket. Annak a jegyzéknek van néhány tanulsága. Az egyik, hogy ott megtaláljuk ugyanazt a leosztást, vagy harcrendet a számadatok mögött, amit itt a kis ábrán is látunk, tehát, hogy a nehéz fegyverzetű gyalogosnak van egy szolgája, aki közben neki még a pajzsa hordásában is segít, ő pedig harcol részben számszeríjjal, részben pedig, hát itt nem látható, hát illetve részben eltakarja, de azért látszik, karddal is hadakozik. Na most még egy tanúsága van az összeírásnak, hogy túlontúl, hogy úgy mondjam, jól öltözött ez az ábrán látható zsoldos katona. A magyar, pontosabban a városi összeírásban azt látjuk, hogy nem ennyire jól páncélozottak ezek a zsoldos katonák, még a csapat vezetőjének is csak karpáncélja van, de mellpáncélja nincs. Így is nagyon sokba kerültek. És most kell rátérnem arra a részére, hogy mennyibe is kerültek, hány ilyen katonát tud foglalkoztatni egy magyar arisztokrata, ki tudja egyáltalán állítani a jövedelméből azt a 400 főt, hány hónapra tudja egyáltalán zsoldba venni, és minden ilyesmi. Na most először is tudnunk kell, hogy mibe kerül egy ilyen zsoldos katona? És akkor még a lovasokról nem is beszéltem, pardon, ez itt már a bevételi oldal, akkor most nem lapozok tovább. Mibe kerül egy ilyen zsoldos katona? Hát röviden sokban. Hosszabban nagyon sokban, még hosszabban pedig úgy néz ki, hogy havonta kér 2 forintot, és ez még csak az egyik fele a dolognak. A másik fele, hogy neki hát ugye őt el is kell látni, tehát ellátási igénye is van. A harmadik pedig, és azért vannak meg, ha csak elszórva is a források között ilyen fegyverzeti jegyzékek, mert a zsoldosnak úgymond a munkáltatója a hadakozás során, a harcok során a fegyverzetében keletkezett károkat is megtérítette. Na most ebből aztán tudjuk, hogy illetve nem is annyira magyar forrásokból, mint inkább bajor forrásokból, hogy, és osztrák forrásokból is, hogy rengeteg, hát nem mondanám azt, hogy visszaélés, de legalábbis olyan eset történt, közismert, hogy mindent megpróbálnak elszámoltatni a foglalkoztatóval, amit csak lehet. Úgyhogy az egyik bajor hercegtől van is egy levél, amiben külön kifejti, hogy köszöni szépen, de a lovakat előre megszámolták, hogy hány lóval vonultak hadba, több lovat meg se próbáljanak neki eladni, hogy az megsebesült, harc közben eltűnt, megdöglött, stb. A másik a számszeri, azt is csak meghatározott számban, és ebből aztán azt is tudnunk kell, hogy évekig tartó, sokszor évekig tartó vita van a zsoldos kompániák és a munkáltatói között. Harmadik Frigyes például még az 1460-as évek végén is hát vitatkozik cseh és részben magyar zsoldos kapitányokkal is, hogy most neki végül is mennyit kell fizetni, és egyáltalán mennyit hajlandó elfogadni, hogy kárjegyzékként ezek benyújtanak neki. Na most Magyarországon sem más a helyzet, tehát Mátyás azért is óvakodik majd bevetni a zsoldos csapatokat, mert utána neki is benyújtják majd ezeket a költségeket. Na most ez itt még itt az általános dolgok voltak, de próbáljuk lefordítani ezt egy arisztokrata jövedelmére. Hogy mégis lássuk, hogy ki lehet-e gazdálkodni egy
egy középkori nagybirtokból, akár mamutbirtokból is, akár a leggazdagabbak egyikének a birtokaiból egy hosszú időn át fegyverben tartott kisebb-nagyobb zsoldos seregnek a költségét. Először az 1450-es évek végéről szeretnék egy példát felhozni, azért, mert erről már az 1900-as évek elején is született egy tanulmány, azzal a címmel, hogy kora kapitalisztikus gazdasági válság Mátyás király korában. Egy kiváló gazdaságtörténész írt róla, aki feldolgozta csodálatosan Pozsonyváros anyagát, és ebből arra a következtetésre jutott, hogy az 50-es évek végén Pozsonyban gyakorlatilag összeomlik az ingatlanpiac, óriási veszteségeket szenvednek el a polgárok, elsősorban azért, mert összeomlik a bécsi dinár árfolyama. Hétről hétre levezeti, hogy hogyan mennek tönkre a pozsonyi polgárok, nem csak ők egyébként hozzáteszem, hanem gyakorlatilag mindenki, aki ebben a nyugat-magyarországi sávban él, és bécsi dinárban számol, kereskedik egyáltalán hosszabb, rövidebb időre ez a pénz van a kezében. És ő azt a gyakorlatilag végigveszi a számsorokat, és arra a következtetésre jut, hogy itt egy kora kapitalisztikus gazdasági válság történt. Egyetlen egy valami dolog hiányzik, az indíték, ha úgy tetszik, hogyha krimi nyelven akarok szólni. Mi az indíték? Miért omlik össze a bécsi dinár árfolyama? A válasz egyszerű, azért, mert a harmadik Frigyes elkövette azt a hibát, hogy Szentgyörgyi Zsigmondnak, Andreas Baumkirchennek és az előbb már emlegetett monyorókeréki Ellerbach Bertoldnak megengedte és át is adta a bécsi dinárok verőtövét. Igaz, hozzátette, hogy csak meghatározott néhány száz dénárfont erejéig veredhetnek bécsi dinárt. És ez volt az egyik fele az utasításának másik fele, hogy ezek az urak, akik akkor egyrészt az ő párthívei, másrészt pedig Zsoldjában is állnak, amennyiben ő azt úgy kívánja, akkor három nap alatt ezer-ezer fő seregükkel Bécsen vagy Bécsújhelyen kell lenniük. Na most ebből két dolog következik, hogy ezeknek a nyugat-magyarországi főuraknak ekkor legalább ezer fős zsoldos serege van méghozzá fegyverben, hiszen három napon belül ők is vállalják, hogy ott lesznek Bécsben. A másik pedig, hogy arra is választ kapunk, hogy mi történt a bécsi dinárral. Természetesen ezek az urak nem néhány száz dinár font értékben vertek pénzt, hiszen ezeket a zsoldosokat valamiből fizetni kellett, hanem amíg a szem ellát, gyakorlatilag mindenből bécsi dinárt verettek, rettenetes minőségben. Ebből fizették részben a katonáikat, részben pedig, illetve azokat megpróbálták jó ezüst pénzben fizetni, viszont mivel náluk volt komoly katonai erő a nyugati határszélen, mindenkit arra köteleztek, hogy az ő rossz pénzüket elfogadja. Na most talán mondom se kell, hogy pillanatok alatt, ahogy ezt Kovács Ferenc, az előbb emlegetett kiváló gazdaságtörténész kimutatta, összeomlott a bécsi dinár árfolyama. Egyébként kísértetiesen ez majd megismétlődik, ez a folyamat 1521-ben, ugye, amikor megint pénzrontással próbálkozik majd, akkor már a magyar kormány Nándorfehérvár elvesztése kapcsán a félelem generálja ezt a próbálkozást. Egy szó mint száz óriási összeget emészt föl, és akkor most már megpróbálom ezt átültetni egy arisztokrata bevételeihez, hogy olyan szempontból is megnézhessük, hogy békeidőben, amikor nincsen a kezükben mondjuk a bécsi dinár verőtöve, és harmadik Frigyes nem követel ilyen kapitális hibát, hogy kecskére bízza a káposztát, és mondjuk Andreas Baumkirchenre vagy Szentgyörgyi Zsigmondra bízni a bécsi dinárok értékálló verését, akkor ez hogyan finanszírozható? Először nézzük meg a bevételi oldalt.
A beviteli oldal a földesúri pénzjáradék, ugye ennek van egy olyan oldala, amit évente beszedhet a földesúr, és gyakorlatilag ez már az Árpád-kor óta így van. Ez census terragium, akár taxa ordinária néven is felbukkan. Nem olvasom föl, gyakorlatilag igen, itt a parasztgazdaság az alap. A lényeg az, hogy mekkora jövedelem hajtható be, úgymond ezekből a rendes járadékokból, változó. Nincs országos átlag. Ezért akkor járunk-e helyesen, hogyha kiválasztunk egy jó forrásadottsággal rendelkező családot. Esetünkben ezek a kanizsaiak lesznek, akik megint csak a Nyugat-Dunántúlon rendelkeznek óriási méretű birtokokkal, és az ő nagyon jó forrásanyaguk alapján próbálunk választ adni a kérdésekre. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a cenzuson alapuló, mondjuk itt rendes bevétel, ez nem egy rugalmas bevétel. Ugye ezt látjuk az urbáriumokban, amikor megvan szabva, hogy az egész telek ennyit fizet, a negyed telek ennyit fizet, a fél telek ennyit fizet, és gyakorlatilag unalmasan jönnek oldalakon át, meg 10 oldalakon, meg későbbi századokban, meg 100 oldalakon át, hogy egytelkesek, féltelkesek, stb. Mennyi cenzust fizetnek a földesúrnak. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kanizsaiak uradalmaiban ezek nagyon alacsony összegek. A miértről mindjárt lesz szó, a másik pedig, amit meg kell említeni, hogy nincs országos átlag. Tehát amikor olyasmit hallunk, hogy féltelek, meg negyedtelek, meg egésztelek, akkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy itt egységek vannak, valamiféle országos egység, de erről szó sincsen. Gyakorlatilag két szomszédos falut nem lehet összehasonlítani, van arra példa, hogy a kanizsaiak uradalmaiban a két szomszédos falu, jól lehet az egyik az egésztelkekkel van összeírva, a másik még negyedtelkekkel, és mégis azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag nincs különbség a kettő között. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik az négyszeres cenzust fizetne a másikkal szemben. Ezek évszázados, hogy úgy mondjam, gyökerekkel rendelkeznek ezek a régi adók. Tényleg az Árpád korig nyúlik vissza, sokszor csak ez nem mindig, sőt többnyire nem ragadható meg, hogy egész pontosan meddig vezethető vissza. Van azonban egy sokkal mobilabb bevétele is a földesúrnak, ami megint csak pénzben jelentkezik. Ez a földesúri rendkívüli adó, ez egy vagyonadó. Ez először a 14. század utolsó harmadában jelentkezik, 1426-ban már éves behajtásáról is hallunk, mert a király engedélyt ad rá. Egy nagyon fontos dolog, hogy ez viszont összegszerűen az legalábbis a kanizsaiak uradalmaiban irgalmatlan összegű adó a cenzussal szemben. Mind a kettő pénzadó, de óriási a különbség. Nem véletlen, hogy Május Elemér egyrészt úgy nyilatkozik, hogy irgalmatlan súlyosak a jobbágyok terhei, vagy Szabó István, a kiváló történész is, akinél alig, ha ismerik jobban, és alig, ha fordult bár magyar történész nagyobb szeretettel a középkori magyarság felé, mint ő, úgy látta, hogy egyszerűen sanyarú a jobbágyi helyzet, mégpedig elsősorban a baranyavári kórógyi jegyzék alapján, másrészt pedig a kanizsaiak sárvári és kapuvári uradalma alapján. Nem véletlen, azt tapasztalta, hogy az éves cenzusnál 25-37-szer nagyobb az adó. Igen, csak arról van szó, hogy maga a rendes adó az nagyon alacsony. És akkor most itt ugrunk egy kicsit, miért van ennek jelentősége? Azért van ennek országos szinten jelentősége, mert Mátyás király jövedelmei kapcsán már Fügedi Erik írt arról, hogy vajon elképzelhető-e, amikor Mátyás király jövedelmeit próbálta számba venni, hogy a király egyszer, kétszer, háromszor is behajthatja az egyforintos hadiadót, a szubszidiumot. Az egyforintos behajtást azt tudjuk, közismert. A 2 forinttal Fügedi már úgy gondolta, hogy az nagyon necces. A
3 forint esetében pedig azt már elképzelhetetlennek tartotta. Itt vannak a számok is méghozzá azért, mert kétszeri kivetéssel úgy gondolta, és itt elsősorban az esztergomi érsekség gazdálkodása alapján számolt, amit Fügedi jól ismert, hogy ott a királyi adó több, mint a jobbágy jövedelmének az 50%-át vitte a háromszori kivetés, hogyha egyáltalán ilyen létezett volna, akkor az pedig akár 70%-át is elvitte. Talán mondani is fölösleges, hogy ez olyan irgalmatlan adó, ami valóban a középkorról szóló filmeknek, ugye a sötét középkort bemutató alkotásoknak a világát idézi. Hát, hogyha valóban 3 forint elképzelhető, akkor az valami a Fügedi féle számokkal nem stimmel, avval nem hozható egész egyszerűen összhangba. Igen. Fügedi azt is kétségbe volt egyébként, hogy valaha is beszedtek volna háromszori adót. Azt kell mondani, hogy beszedett. Mátyás beszedett, háromszor is beszedte az egyforintos adót. Sopron kapcsán például tudjuk, van egy olyan parancslevele, hogy mások már befizették háromszor, tessék most már a városnak is ennek megfelelően fizetni. Igen, de hogyha viszont arra gondolunk, hogy ez elképesztő méretű ez az adóteher, akkor vajon találunk olyan számokat, ami alapján legalább a becslés szintjén megpróbálhatunk azon gondolkodni, hogy mekkora lehet ez az adóteher. Na most ez egy korai adólastrom, egy körösmegyei uradalomról van szó, és az az érdekessége, hogy nagyon magasak az adóátlagok. Kérdéses, hogy ezt az adót be lehetett szedni évente, vagy nem lehetett beszedni évente. Nagyon magas adóátlagokkal találkozunk, akár közel 6 forint is, és érdemes megjegyezni, hogy az uradalomban volt 6 olyan, nem tudom másképp mondani, parasztnábob, akik 24 aranyforintot adtak a földesúrnak. Na most tudunk azért, ha nem is sok helyen, de százalékokat mondani, és ezek úgy tűnik, hogy nem kösebben magasak. 3, 5, 10, 4,5, úgyhogy úgy tűnik, hogy köszönő viszonyban sincs a Fügedi féle számokkal. Annál is inkább, mert van például egy nagyon jó adatunk, igaz, hogy korai 1187-ből, ott nem nagyon kell számolnunk, mert Zsigmond király levele mindent elárul számunkra. Göncz heted adója alapján azt kell mondani, hogy 37 aranyforint telek éves átlagjövedelem jön ki, 5 aranyforint királyi adó, irgalmatlan magas. Ez arra látszik utalni, hogy Mátyás adópolitikája nagyon szigorú, de nem kivitelezhetetlen, tehát nem elképzelhetetlen ez a fajta irgalmatlan megadóztatás is. A főbaj inkább az, hogy nem rugalmas. Tehát egy Árva megyei elszigeteltebb a kereskedelembe sokkal kevésbé belépő jobbágytól is ugyanannyit követel, mint mondjuk egy Sopron környéki, vagy egy Pozsony környéki, akár Bécsbe is kereskedő jobbágytól. Tehát ilyen értelemben rugalmatlan. De érdemes összehasonlítást tenni, Franciaországnak ismerjük például, igaz, hogy ott is erősen becslés jellegű, hogy mekkora ez az agrárproduktumhoz viszonyítva, ott úgy tűnik, hogy 13, illetve 6,5%. Tehát hogyha avval számolunk, hogy egy arisztokrata beszed évente 2-3 aranyforint jövedelmet, avval még reálisan számolhatunk ezen számok alapján, hogy az beszedhető. Na most a kanizsaiaknak, igen, a kanizsaiaknak, erről akkor még itt visszamegyek egy kicsit, a kanizsaiaknak több ezer jobbágy portájuk van, tehát ebből a több ezer jobbágy portából össze lehet azért szedni egy évi, akár
10.000 forint értékű adót is, különösen, hogyha ezt az adóprést azért igencsak megnyomják. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy Szerémi, aki nem volt nagy véleménnyel Brandenburgi Györgyről, és az ő gyulai jelenlétéről sem, mármint a gyulai uradalom is az övé volt, ő mégis úgy nyilatkozott Brandenburgiról, pontosabban a jobbágyai kapcsán, hogy bizony hálát adunk, hogy így jóságos urunk van, és az Isten kosarában vagyunk, tehát Brandenburgit egy kifejezetten jó földesúrnak tekintették. Érdemes itt megjegyezni, hogy ebben az időben Brandenburgi György mint egy 2-3 aranyforint évi adót szed be a jobbágyaitól. Ennek ellenére úgy ítélték meg, hogy remek soruk van az uruk Brandenburgi György uralma alatt. Na most a kérdés most már az, hogy vajon beszorozhatjuk-e ugye a gyalogosokat akár 2 forint, a lovasokat 3 forinttal, mondjuk egy évre, és akkor így felszorozva megkapjuk azt az összeget, amit most már össze tudunk hasonlítani, és megállapíthatjuk, hogy most ki tudja fizetni, nem tudja kifizetni, és mégis hogyan jár el egy arisztokrata, például a kanizsaiak. Ne tegyük, ne, automatikusan ne szorozgassuk be, nevezetesen azért ne, mert van egy nagyon jó fizetési lajstromunk 1503-1504-ből, amikor Kanizsai György nándorfehérvári bán volt, és ez a fizetési lajstrom, ez azt árulja el nekünk, hogy ő itt 42 lovast, főlegényt fogad fel, 143 lóval, és ez mennyibe kerül? Na most legtöbben 2-3, illetve a maximum, hogy 10 lóval szolgál Kanizsai Györgynek valaki. A lovasok, ugye a ló az itt lovast jelent, a lovasok a jegyzék szerint 2 forintot kaptak, valószínűleg huszárok voltak, és tehát havonta. És a másik nagyon fontos, amit meg kell említeni, hogy a kifizetési helyek alapján úgy tűnik, bár nem szálazható szét teljesen, hogy a fizetések jelentős része Kanizsainak a magánjövedelméből történt. Biztos, hogy kapott a kincstártól is jelentős összeget, de mégis úgy tűnik, sárvári kifizetés, csurgói kifizetés, velikei kifizetések alapján, semptei kifizetés alapján, hogy bizony a csapatnak a pénzét jelentős részben az uradalmaiból fizette. Ez annál is inkább valószínű egyébként, mert 1502-ben megkapta 34.000 forintért Ulászlótól a semptei, az előbb emlegetett semptét, a semptei uradalmat zálogba, és azt is bevetette úgymond a bánság csapatának kiállítása érdekében. Na most egy szó mint száz, gondolom most már az időm lejárt. Ki lehet fizetni? Egyrészt ki lehet fizetni egy arisztokrata jövedelméből egy ilyen csapatot? Ki is fizetik? Amit tudunk, az azt mutatja, hogy a főúri és főpapi bandériumokat igenis kiállították, igyekeztek, amennyire ez megítélhető forrásainkból, jól felszerelni, és ha úgy tetszik, az utolsó lóig elküldeni, mind a végvárakba, mind ahova a király úr parancsolta őket. Igenis kivették az arisztokraták az ország védelméből a részüket. Nem arról van szó természetesen, hogy az utolsó fillért is úgymond a seregre költötték, már csak azért sem, hiszen a várukat is fent kellett tartani, magát az udvarukat is, az udvartartásukat is fizetni kellett, valamiből nekik is enni és ruházkodni kellett. Tehát nem, egy szóval nem állítom azt, hogy szentek voltak, akik luxusra ne költöttek volna, de az nem állja meg a helyét, hogy jövedelmük igen tetemes részét, akár döntő részét is ne a kötelezően kiállítandó bandériumokra fordították volna.
Na, ebben be is fejeztem. Köszönöm szépen.